Ma van nagy szombat, az írás szerint Jézus ilyenkor a sírjában feküdt Jeruzsálemben. Ezen a napon Krisztus kereszt haláláról elmélkednek a keresztények, az esti vigília szertartással a katolikus templomokban pedig már kezdetét veszi a húsvét, a kereszténység legnagyobb Jézus feltámadását hirdető ünnepe. Tegnap Jézus kereszt halálára emlékeztek a keresztények világszerte, a római Kolosseumnál Ferenc pápa vezetésével este megtartották a keresztutat. A menet kezdetén nagy taps fogadta Ferenc pápát a kolosseumnál, az ókori amfiteátrum és a Palatinus dombja közötti tér teljesen megtelt. A hívők gyertyával a kezükben és imádsággal követték a Via Crucis stációit. A menet során Jézus szenvedés történetének 14 állomását elevenítették fel Róma ókori központjában, a Kolosszum és a vele szemben magasló Palatinus domb között. A pápa a 14 stáció végén rövid beszédet mondott és áldását adta a hívőkre.